A Borsod megyei Sajó Szentpéteren már az egészségre is veszélyes, de több településen, köztük a fővárosban is jelentősen megromlott a levegő minősége. A Greenpeace szakértője kiemelte, a légszennyezettség miatt több mint 10 000-en halnak meg évente Magyarországon. Közben egy tüdőgyógyász azt is hozzátette, még nem lehet megítélni, hogy a rossz levegő súlyosbítja-e a koronavírus fertőzöttek állapotát. 74 mikrogram per köbmétert mérünk, a napi határérték 50. A szállópor koncentrációja vasárnap délelőtt is meghaladta a küszöbértéket Budapesten. Ha ez tovább romlik, akkor a szmogriadó tájékoztatási szintjét is elrendelhetik. A levegő nem csak Budapesten, de Miskolcon, Szolnokon is jelentősen romlott. Sajó-Szentpéteren pedig már veszélyes, az egészségre is káros a levegő minősége. A közlekedés mellett ehhez az is hozzájárul, hogy ilyenkor sokan fával vagy műanyag hulladékkal fűtenek. A légszennyezettség évente több mint 10 000 ember haláláért felel a Greenpeace szakértője szerint. Nő a kórházi betegfelvételek száma, és tudjuk, hogy hosszú távon nagyon károsítja a magyarok egészségét a légszennyezettség. Bulgária után általában az Európai Unióban második vagy harmadikok vagyunk, ahol a legtöbben halnak meg a légszennyezettség miatt, 12-13 000 magyar évente. Salgótarjánban sem kedvezőbb a helyzet, mint Budapesten, ezért voltak, akik nem a városban töltötték a vasárnapot. Kijöttünk ide a friss levegőre, mert lent a városban nagyon szmogos levegő van, és nagyon sokaknak irritálja, köhögést idéz elő. Az idei szezonban visszaesett azok aránya, akik szokványos légúti betegségekkel fordulnak orvoshoz. Erről már a tüdőgyógyász beszélt híradónknak, aki hozzátette, szerint ez részben a maszkviselés miatt alakulhatott így. Pető László kiemelte, nincsenek pontos adatok arra, hogy a szennyezett levegő hatással van-e a koronavírusos betegek állapotára. Biztos, hogy nem tesz jó. Szóval az egészen biztos, hiszen ezt a tényt, ezt régóta tudjuk, hogy nem tesz jó. De hogy konkrétan a koronavírusos betegségnek a lefolyását milyen mérték, vagy lefolyására milyen mértékben hat, ezt pillanatnyilag nem lehet megítélni. Kevés idő telt még el. A maszkviselés mellett a tüdőgyógyász szerint az egyéb korlátozó intézkedések is hozzájárultak a légúti megbetegedések visszaszorításához.